A Minnesota Vikingsben játszó Jared Allen az NFL egyik legjobb védőjátékosa, egy igazi vadász, aki hihetetlenül eredményesen teríti le az irányítókat. A lehető leggyorsabban az irányító közelébe kell kerülni, majd bármi áron földre vinni. Volt egyszer egy edzőm, aki azt mondta, hogy minél közelebb vagy a labdához, annál több szerelésed lesz. Ez a lelkesedés már négyszer segítette bajnoki szerepléshez. Jaredet a Kansas City draftolta, ahol 4 évet játszott, majd 2008-ban elcserélték és a Vikingshez került. 9 éves karrierje során sok-sok diadallal büszkélkedhet. A lelkesedése és a keménysége tette híressé. Én így játszom. Arra tanítottak, hogy kemény legyek a pályán, és kitartóan játszak. Jared Allen védőjátékosként éli napjait. Életében azonban nem a diadalok a legfontosabbak, hanem a hit, amit minden más elé helyez. Miért ne az legyen a legfontosabb célom, hogy Istennek egy jobb embere legyek? Mindent, amit kaptam, neki köszönhetek. Azt akarja, hogy az emberek keressék őt. Én azt tapasztaltam, hogy minél inkább keresem Istent, annál jobban megáld engem. Karrierje kezdetén azonban nehézségei adódtak a hirtelen jött hírnévvel és a sikerekkel. Mindenki csak a kudarcról beszél, hogy ezt milyen nehéz kezelni. Pedig szerintem a hírnév kezelése az egyik legnehezebb dolog a világon. Ha hibázunk, meg kell tanulnunk a módját, hogy helyrehozzuk. Amikor 2008-ban Minnesotába került, az eddigi legnagyobb összegű szerződést ajánlották neki, amit egy védőjátékos valaha is kapott. 2 évvel később beválasztották a Vikings 50 legnagyszerűbb játékosa közé. Jared úgy nőtt fel, hogy rendszeresen járt gyülekezetbe. A csapatközpontban az egyik istentiszteleten a prédikáció azonban próbára tette. Ha letartóztatnának ma azért, mert keresztény vagy, lenne elég bizonyíték rá, hogy elítéljenek? A válaszom nem volt. Tudtam, hogy nem ítélne el a világ azért, mert keresztény vagyok. Pedig a szívem a helyes oldalon volt. Nem elég a hit, meg kell futni a hit pályáját. A hitben való megerősödés ébresztette fel benne a vágyat, hogy újra odaszánja életét Krisztusnak, és erről bizonyságot is tegyen. Hogyan működik ez az életemben? Nem a haveroméban, az enyémben. Elhatároztam, hogy abba hagyom a káromkodást. Ez ilyen egyszerű. A János evangéliumában olvassuk, hogy a nyelvünk a testünk leggonoszabb tagja is lehet. Mert amit kimondunk, azzal közvetlenül befolyásolhatunk másokat. Ezért elkezdtem megváltoztatni az életem. A legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptam, az, hogy békességem van, és nem kell aggódnom. Az NFL-ben nagy a nyomás a játékosokon, hogy jól teljesítsenek, ezért Jared arra törekszik, hogy élete szellemi alapokon álljon. Nem minden meccsen sikerül szekket csinálnom, de ettől még nem akarom abba hagyni a futballt, hanem még keményebben dolgozom. Ha nem olvasok szakkönyvet, nem leszek sikeres a pályán. A legfontosabb könyv az életemben a Biblia. Ha nem olvasnám a Bibliát, hogyan tudnék szilárdan megállni? Hogyan viselhetném a szellemi fegyvereket, és állhatnék meg szilárdan a világban, ha nincs róla információ? Isten mindig mellettem áll, és támogat. A futballélet és a család számos kihívása messze a pályán túl is céltudatossá tették Jared Allent. Az élet többről szól, mint a futball. Nekünk ez a munkánk, de nem ez mondja meg, hogy kik vagyunk. Amikor majd meghalok, azt akarom, hogy az emberek úgy emlékezzenek rám, hogy milyen nagyszerű férj és apa volt. Azt szeretném, ha az Úr elégedett lenne velem.